A kormány 2018-ban azzal a céllal hozta létre a Magyar Falu programot, hogy segítse az egyre nehezebb helyzetben lévő 5000 főnél kisebb településeket. Kiírásaiban többek között a mellékút hálózat fejlesztésére, orvosi rendelő, óvoda vagy iskola felújításra is lehet pályázni, de beépítették a programba a falusi csokot is. Csütörtökön a Gáva Vencselői János tó mellett polgármesterek és vállalkozók tanácskoztak a Magyar Falu program eddigi és jövőbeli lehetőségeiről. A házigazda település is számos lehetőséget kihasznált az utóbbi években. Minden település próbálja megkeresni magának azokat a kitörési pontokat, amelyekre pályázati lehetőségek nyílnak. Látszik, hogy még sokkal több pénz kellene ebbe a történetbe, de én úgy gondolom, hogy itt képviselő úr, dr. Vinay Győző képviselő úr környékén nagy sikerrel pályáznak a települések. És ezt szeretném még egy kicsit erősíteni. Mi is, mint Gáva Vencsellő, szinte mindenre beadjuk a pályázatokat, mondhatni mindenre. Persze azért vannak egyeztetések a települések között. Mi is kerékpárút, belterületi út, épp most nyertük meg a minap a művelődési házunk udvarán egy kis fejlesztést, egy ilyen kis filegória, illetve közösségi térfejlesztést, de számos más pályázatot is behúztunk már az évek során. A modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos azt mondta, folyamatosan szükség van a falvak igényeinek felmérésére, hiszen ország részenként más fejlesztésekre van szükség. Gyopáros Alpár kiemelte, az idei év eddigi részében több támogatást kaptak az 5000 főnél kisebb települések, mint 2020 egészében, és a pályázati kínálat is bővült a korábbiakhoz képest. Nagyon különbözőek a pályázati célcsoportjaink, hiszen nyilván jellemzően alapvetően kis települési önkormányzatokat célzunk, hiszen a közszolgáltatások döntő részét ők biztosítják a kis településen élőknek, de a célcsoportunk között vannak az egyházközségek, falvakban működő történelmi egyházak, egyházközségei, civil szervezetek, egyesületek, alapítványok, nagyon sok esetben ők motorjai a közösségi életnek a falvakban, vagy éppenséggel az iskola fenntartók, a Klebesberg intézet, piaci szereplők, hiszen elindítottuk az idejében a kisboltok megmentését célzó programunkat, a falvakban működő mikrovállalkozások támogatását célzó programunkat, tehát elég szertágazó ez a pályázati rendszer. Vinay Győző országgyűlési képviselő úgy fogalmazott, a térség falvainak turisztikai vonzerejét is jelentősen erősíti a Magyar Falu program. A politikus hozzátette, az önkormányzatok pályázati aktivitása évről évre nagyobb, amire a társadalom is reagál, hiszen újra elindult egy rég nem látott folyamat, egyre többen költöznek városból falura. Azok a kiírások, amelyeket a Magyar Falu programban láthatunk, azok az életből jönnek, belterületi utak, járdák. Erre nagyon nagy igény van a választókerületbe. Általában itt nem is tud mindenki nyerni, hiszen szinte mindenki beadja a pályázatot, és nincs elég forrás. Emellett önkormányzati ingatlanok felújítása, faluházak, közösségi terek, polgármesteri hivatalok külső vagy belső felújítása, amelyek még uniós forrásból nem történnek meg. Itt is nagyon nagy az igény, hogy legyen egy olyan közösség, különösen a koronavírus járvány után olyan közösségi tér, ahol összegyűlhetnek a település lakói és megbeszélhetik közös dolgaikat. Emellett szolgálati lakásokra van lehetőség pályázni, akár a helyi házi orvosnak, vagy a helyi jegyzőnek, vagy hogyha éppen oda kijár, itt is van igény természetesen. A tanácskozáson elhangzott, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 2019-ben és 2020-ban egyaránt meghaladta az ezret a nyertes pályázatok száma, eddig összesen pedig több mint 17 milliárd forint értékben fejleszthettek a megyei falvak.